A néhai Baross Gábor közlekedési miniszter leszármazottjával, Baross Sándorral készítettünk interjút, aki Torontóban lakik, és mesél a gyökereiről és munkájáról. A Baross családban már régen hagyomány volt a közlekedés és a logisztikának a szeretete és az ebben kapcsolatos tevékenységek, mert mint az ősünk, az ősöm, akinek a leszármazottja vagyok, az már az 1800-as évek végén már az első felelős Tisza kormánynak volt a tagja, mint fiatalember. Tehát nagyon, nagyon fiatalember és előrelátó volt, és ezért 27 évesen már a államtitkár volt és a kormánynak a tagja volt, és az ő feladata volt az államvasutaknak, meg a posta úgynevezett sporkasszának a megszervezése, mert az ő mondása volt az, hogy a magyar államvasutak azok teljesen legyenek a magyaroké, és az ő érdeme volt, amit még talán még a mai napig is használnak, a szakaszos jegy bevezetése, akkor a helyi szakaszoknak, ahol a mezőgazdaság fejfejlesztését várta, és azt akarta, hogy az áru ugye minél gyorsabban és jobban és minőségiben érkezzen a budapesti felhasználókhoz, így levitte a szakaszokat ilyen 5 fillérre, 10 fillérre, és a veszteséges vasútból egy év alatt nyereségest produkált, tehát az államkasszába befizető lett a magyar állam vasutak. Tehát ezt így az ő szervezte meg. Az ő megszervezése alatt volt a Dunai hajózás, a Fiumei kikötőnek a kiépítése. Sajnos ez volt a halála is, mert ott megcsípte a szúnyog, és lárvát, a szúnyog maláriát kapott, és 44 évesen ott hunyt el. Az ősömnek az alapjaira építkezve az alma nem nagyon esett messze a fájától, tehát ezt tudom mondani, mert itt vagyok, és szintén ebben a logisztikával, kereskedelemmel, autókkal, autóalkatrészekkel, a modern kor vívmányaival foglalkozom, és itt találtam meg Kanadában az egzisztenciámat is. 10 évig csináltam azt a bodyshopot, és viszont itt mindig, ahogy az idő változott, úgy kellett beépítenem a következő tevékenységet, már pedig az autóknak a Magyarország felé küldését, mert a magyarságomat azért csak így akarom kamatoztatni, a nyelvtudást, meg az ismereteimet. Itteni, ottani honfitársaimat szolgálom ki. Na most innentől lettek az autók, az autóalkatrészek, jöttek be a palettára az árusításba, meg a szállításba. És miután a 90-es években nagyon megszaladta az amerikai és japán autóknak az igénye Magyarország felé, és ezáltal az autóalkatrészek is nagyon népszerűvé váltak, és keresték őket, és így jutottam arra, hogy budapesti és székesfehérvári cégek, akik mint viszonteladók voltak autóalkatrészek árusításában, ők rendeltek tőlem kis csomagokat, kis csomagszállítást, nagyobb csomagszállítást, akik az emberek akarnak Magyarországra küldeni árut, költöznek. Sokan mozognak és visznek ezt, azt, amazt, főleg autót, alkatrészt, még helikoptert is szállítottunk, motorhome-ot is szállítottunk, kombányt, traktort, hajókat, mindenféle, amire igény volt, azt el tudom intézni. Nagyon sokan költöznek haza, el tudom intézni ugye egészen az ajtótól az ajtóig való szállítást, tehát a csomagolástól a betárolásig, a szállításig, a vámügyintézést. Na most innentől van az, hogy teljes körű szervizt tudok biztosítani olyannak, aki ez igényli, amennyiben ugye a szállítató megbíz engem abban, hogy a hazai, az Európai Unióba érkező áruját vámkezeljük, honosítsuk, a gépkocsikat vizsgáztassuk, Magyarországon úton útra tegyük, ezeket mind tudom vállalni, akár részleteiben, akár komplett szervizben. A magyarságomat használva ki, a honfitársaimat szolgálom ki elsősorban, de hát már szállítottam Ausztriába, Horvátországba, Lengyelországba, Romániába, Hollandiába, Corvina Publishernek a magazinjában, ott megtalálják a hirdetésemet, és ha befáradnak az irodámban, akkor részletes felvilágosítást tudok adni az árakról,
a hazai árakról, a jogszabályokról. Ilyen volumenű szállítmányozó cég, akinek a direkt a célállomása az Óhaza és a Magyarország, nem nagyon tudok Torontóba, fáradjanak hozzám és keressenek, szívesen állok mindenki segítségére, rendelkezésére. A Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége rendszeresen tart összejöveteleket. A legutóbbit a Tokaji Wine Boutique étteremben tartották. Főkonzuli tevékenységem egy részét képezi a kereskedelmi, gazdasági, kulturális kapcsolatok erősítése, amelyben nagyon fontos szerepe van a Kanadai Magyar Business Association szervezetnek, a tagságnak, és ők tartják ma este itt a nyitó, évnyitó ünnepségüket. A Tóth Eszter évek óta sikeresen fogja össze ezt a csapatot, és ahogy láttuk, ma este is legalább 50 üzletember képviseli itt magát, akik szeretnének ebben részt venni, és szeretnék erősíteni ezeket a kapcsolatokat. Hogyan tudja beépíteni majd ezt a későbbi munkájába, ezt a kapcsolatrendszert? A kapcsolatrendszert alapvetően a külgazdasági szakdiplomatán keresztül, akinek ez a fő feladata, és az ő meglévő kapcsolati tőkéjét szeretnénk összehozni a Kanadai Magyar Business Association-nek a kapcsolati tőkéjével. A főkonzulátus épületének, illetve a 2009-es bezárását követően nem volt olyan helyszín, ahol a kanadai magyarság, aki kereskedelmi kapcsolatokat szeretett volna létesíteni magyar cégekkel, összejöhetett volna. Az új irodaházban, az új épületünk erre alkalmas lesz, és várhatóan májustól a rendezvényeket is fogunk tartani, amelyeknek célja kifejezetten a gazdasági kapcsolatok erősítése. Következő kis filmünk a méltán világhírű budapesti zserbó cukrászda történetéről szól. A Zserbó kávéházat 1858-ban alapította Kugler Hendrik, akkor ugye még nem Zserbó kávéháznak, hanem Kugler cukrászdájának hívták, és nem itt a Vörösmarty téren alapították, hanem a József Nádor téren, ami pont itt van mellettünk. Elképesztően jó süteményeket készített Kugler Hendrik, és ugye erről nagyon sok cikk megjelent, hogy ott milyen fagylaltkelyhek vannak, milyen sütemények, milyen bombonok, milyen minyonok vannak. A Kugler Hendrik nevéhez fűződik a Kugler minyon, amit nagyon sokszor már csak Kuglernek hívtunk itt mi Magyarországon. Már Kugler Hendrik ideje alatt is szállított be a cukrászda a királyi udvarnak. Ugye ez nagyon sok bombonos dobozon, fadobozon is rajta van, hogy Kugler Hendrik, császári királyi udvari beszállító. Ő volt az első, akinél Magyarországon lehetett venni süteményt elvitelre. Ezt a tradíciót, ezt ma mi is követjük. Sajnos Kugler Hendriknek nem volt utódja. És ezért ő elindult, hogy keressen valakit, aki az akkor már híressé vált cukrászdáját át tudja venni. Párizsban 1880-ban találkozott Zserbó Emillel, és 1882-ben érkezett Zserbó Emil Magyarországra. Mondhatni, hogy a Zserbó tradíciója az az innováció. Nekünk mindig is nagyon fontos volt az, hogy újítsunk, hiszen elődeink, Kugler Hendrik és Zserbó Emil is arról volt híres, hogy újítottak. Zserbó Emil nevéhez fűződik a konyakos megy, a macskanyelv, a zserbó szelet. Nagyon fontos a kávéház életében az interiőr. Az 1900-as párizsi világkiállításról hoztak haza ehhez nagyon sok bútort. Ezek közül a bútorok közül még mindig van egy-két bútordarab, mint például a csavart lábú, kecske lábú asztalaink, illetve van egy Gustav Moreau festményünk, ami a pékinasnak misebort adó minisztráns gyerek, ez a címe a festménynek.
Zserbó Emil híres volt az igényességéről, csak és kizárólag a tökéleteset volt hajlandó kitenni a vendégek elé, úgyhogy nem egyszer előfordult, hogy letarolta a teljes süteményes pultot, hogyha ő nem volt elégedett. Augusta főhercegnő nagyon sokat járt a Zserbó kávéházba, és kifejezetten bosszantotta Zserbó Emilt, hogy amikor megjelenik a főhercegnő, akkor az ő vendégei fölállnak a sütemény mellől, és meghajolnak. Úgyhogy ő ezért épített egy külön bejáratot, ahol Augusta főhercegnő be tudott jönni, és a kedvenc helyére le tudott ülni, úgy, hogy ne kelljen az egész kávéházon keresztül mennie. Cici az egyik törzs vendége volt a kávéháznak, de ő mindig csak pici süteményeket evett, hiszen nagyon figyelt az alakjára, Liszt Ferenc, Deák Ferenc, de sokan jártak ide. Az 1940 után államosították a kávéházat, és ugye jó ideig Vörös Martinak hívták. De ez csak papíron volt Vörös Marti, hiszen továbbra is mindenki Zserbónak hívta. Nem biztos, hogy minden alapanyaghoz hozzájutottak. Nem volt olyan jó minőségű csokoládé, nem volt olyan minőségű a gyümölcs, mert nem is jutottak hozzá déli gyümölcsökhöz. De abban az időben is próbálták kihozni a legjobbat az akkori adott alapanyagokból. Sokan jártak ide, és a mai napig is nagyon sokan járnak ide. Madonna, Brad Pitt, Angelina Jolie. Ha nem jártál a Zserbóban, akkor nem voltál Budapesten. Ha ide jössz, akkor meg kell nézni a Zserbót.